Rally első három gyorsaságján, és sajnos rossz híreket kaptam felületek, mert a harmadik gyorsan ott, ahol a nézőktől elzárt terület volt, ott történt veletek valami. Idézzük fel az eseményeket. Hát igen, sajnos volt egy tempósabb rész után egy bukkanós jobbos kanyar, és egy kicsit gyorsan érkeztünk rá a bukkanóra, és utána, amikor már én láttam, meg amikor megkaptam az információt, akkor már nem igazán tudtunk elkanyarodni, így szembe becsúsztunk egy árokba. Tulajdonképpen nem lett baj az autónak, de felfeküdt a kartervédő középen egy földkupacon, és a két első kerék a levegőbe volt, sehol nem volt senki, úgyhogy mi ott feladtuk a versenyt. Arra lennék kíváncsi, hogy azt mondtad az imént, hogy feladtátok a versenyt, ez csak erre a versenyre vonatkozik, vagy esetleg némi nemű gondolatiság is van mögötte? Van mögötte minden. Nem nagyon biztos, hogy ezt a magyar bajnokságot akarjuk mi ezt erőltetni. Tehát nem azt kapjuk, amit szeretnénk. Most nagy valószínűséggel lehet, hogy jövőre külföldön fogunk menni. Ez a külföldi versenyzés, én úgy tudom, hogy most két külföldi versenyre is készültök, mégpedig Szlovákiában a Kassa Rallyra, illetve Ausztria felé is kacsingattok. Erről mondanál-e néhány szót? Igen, a Kassa Rallyra egy meghívásnak elegettíve szeretnénk lemenni. Nagyon kicsi ott az N-es kategória, az N2, és szeretnék, hogyha ott versenyeznénk. Ezért kaptunk egy meghívást, annak eleget szeretnénk tenni, illetve a Valfilter Rallyn a rendezőkkel beszélve annyi kedvezményt és annyi kedvességet kapunk, amit itt talán egész évben nem kaptunk a magyar rendezőktől, és nagy valószínűséggel az lesz a második verseny, ahova kimegyünk még az idén.